akkor folytatnánk is a beszélgetést Rolanddal, irány külföld, minden, ami külföld. Előző részben Ausztráliával kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg, de említette, hogy Cornwallban, Angliában és Fehér-Oroszországban is járt. Szia, Roland! Folytassuk akkor ott, hogy Cornwallban ugye említetted, hogy karácsony környékén voltál. Hol is van ez a hely? Mit kell erről tudni, hogy tetszett neked? Sziasztok! Hát Cornwall az Angliának hogy is, délnyugati csücske, és pont egyébként most, amikor Fehér-Oroszországban voltam, beszélgettem egy londoni, most nem Londonban él, de egy angol úriemberrel, és ő mondta is, hogy hát igen, azt mondja, az Cornwall az egy tök jó hely elmenni Angliába, mert ugye nagyon sokan, akik Angliába mennek, vagy Angliában gondolkodnak, azok London. És London az egy mess, azt mondta. Tehát, hogy az hihetetlen sok ember, az egy óriási nagyváros, az nem Anglia. Tehát, hogyha Angliát akarod látni, akkor mondjuk például Cornwall az egy sokkal jobb destináció. És így, és igen, tehát, hogy én amúgy is szeretem a vidéket, én szeretem a természetet, szeretem, hogyha zöld, meg ilyen kis falvak, ilyenek, úgyhogy, és így Cornwall az nekem így nagyon tetszett, így tél volt, de zöld volt minden, és így az emberek azok ilyen hihetetlenül le vannak lassulva, és ilyen tök kedvesek, és így nagyon-nagyon sok a mezőgazdaságból élnek, úgyhogy mindenfelé ilyen trágyaszak terjeng, meg simán besétálnak az emberek a boltba ilyen nagy gyúvás gumicsizmába. Úgyhogy ilyen érdekes, de szerintem tök jó, meg így szép, szerintem. Hát, hogy mondanád ezt a helyet, hogyha mondjuk valaki szeretne Anglián belül elmenni? Igen, én Angliában még máshol nem voltam, ilyen vidéken, úgyhogy hasonlít, nem tudom mihez. Írországban voltam már, az is egyébként ott is vidék, tehát hogy Dublinban voltam konferencián, de onnan kimentem egy napra vagy kettőre így kicsit úgy szétnézni a környéken, és így hát ilyen gyönyörű zöld tejtermékeket, aki szereti, azoknak kifejezetten ajánlom, mert teljesen más például a tej, meg az összes tejterméknek teljesen más az ízvilága, meg az állaga, meg minden, amiatt, hogy azok a tejnek szinte egész télen, egész évben zöld füvön vannak kint, tehát nem ilyen száraz, vagy ilyen takarmányt etetnek velük, hanem ott kint vannak a ugye teljesen más, ugye a páratartalom minden, úgyhogy így ilyen kulturális dolgokról nagyon nem tudok beszámolni, mert engem egyébként sem érdekelnek azok nagyon, tehát én vagyok ilyen, hogy most megyek a múzeumokba, meg akkor nem tudom, néprajzi dolgokat, annyira én inkább a természetet szoktam, és akkor tényleg én azt értékelem, hogy akkor kimegyünk a hegyre, vagy a völgybe, vagy a tengerpartra, vagy az óceánpartra, vagy valami, és akkor így csak így ellenni, meg úgy, még én szeretek így vegyülni, tehát hogy tényleg akkor elmegyek a boltba, és akkor azért, tehát hogy így kicsit úgy átérezni az egész helynek a hangulatát, nem úgy, mint turista, hanem inkább, mint látogató, mondjuk, hogyha van egy között különbség. Úgyhogy, azt mondják, hogy Cornwallban az akcentus az eléggé eltérő. Volt-e ez kapcsolatban tapasztalatod? Hát figyelj, az az igazság, hogy túl sok ottani van, nem volt probléma. De lehet, hogy azért, hogy én már megszoktam, tudod, hogy az ausztráloknak is elég eltérő az akcentusuk, meg a beszédük, meg a szóhasználatuk, meg minden. Tehát talán így Cornwallban egy dologra emlékszem, hogy ott úgy köszönnek gyakorlatilag, hogy azt mondják, hogy are you alright? És akkor így nem értettem, hogy most ennyire rosszul nézek ki. Bementem egy kocsmába, meginni egy teát, és így vagy egy boltba, és ugye ennyire rosszul nézek ki, hogy van, de hát ugye aztán megtudtam, hogy ez ott arra felé ez megy ilyen üdvözlésként, úgyhogy ja, szóval így más ilyen nyelvi problémám nekem annyira nem volt. De mondom, lehet ez azért, hogy hát szóval egyébként szerintem ez mindig annak a kérdése is, hogy nem kell ilyenektől félni. Főleg, hogyha látogatóba megy valaki,
tud valamennyit angolul, tehát sokkal jobb, mint mondjuk egy olyan helyen, ahol abszolút nem tudnak az emberek angolul, például mondjuk Barcelonában emlékszem, ott azért volt egy-két helyen gond, hogy nem tudtak angolul az emberek, mondták is, hogy elég rosszul áll az ország, ilyen, vagy a város ilyen szempontból, hogy nem beszélnek angolul a vendéglátósok sem. Tehát egy étteremben volt olyan, hogy amit a hány pincérből csak egy beszélt angolul, ilyenek. Úgyhogy, de hogyha valaki tud angolul, akkor elmegy valamilyen angol nyelvre, meg fogja értetni magát. Most előbb-utóbb, hogy főleg ha mondja, hogy ne haragudjon, nem értem, akkor el fogják mondani, lehet lassabban, más szavakkal, és akkor ez szerintem nem gond. Ez ugyanez érvényes Ausztráliára, Új-Zélandra is. De egyébként szerintem a legdurvább az Új-Zéland. De ugye ott úgy beszélnek, hogy mi nálunk a szögediek, vagy a szögedies, hogy egy az egyben felcserélnek hangokat, hogy ott ők az E-t az I-vel cserélik. Tehát így én azt mondják, hogy nem azt mondják, hogy pen, hanem azt mondják, hogy pin. Még nem azt mondják, hogy ten, hanem hogy tin. És ja, a six helyett viszont azt mondják, hogy sex, tehát hogy így, mivel hogy ott így megmondom, vissza. Tehát, hogy teljesen ilyen fura. Úgyhogy nekem az volt mondjuk ott új-zélandiakkal először így, aki ilyen nagyon ilyen igazi kiwi volt, vagy maori volt egy repülőmenten, és egy maori nő ült mellettem, és hát nem értettem, hogy mit akar. Kövér volt, és kérte az extingent. Na, mit? Extingent, hát az extingent, amivel ki bővíted az övet, mert nem tudta becsatolni a biztonságét. Szóval... jó tapasztalat. Viszont Fehér Oroszországra akkor térjünk át. Fehér Oroszország. Hát Minszk. Ugye én Minszkben voltam, az a főváros. Én a politikai helyzetről nem tudok sokat, állítólag diktatúra van, nem tudom. És az egyik ismerősöm ezzel fogadott, hogy milyen volt a diktatúra. Nem érzékelhető ez. Én ugye egy szakmai konferencián voltam, elő is adtam, és de ami nekem nagyon-nagyon tehát tiszta, rendezett, minden épület, minden dolog karban van tartva, fel van újítva. Vannak ilyen régebben kicsit ilyen lepusztult panelház, de azt mondom, hogy ha mondjuk arra számítottál, hogy mondjuk mit tudom én, olyan lesz, mint Miskolc 10 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, akkor így nem. Tehát Miskolc még mai napig lehúzhatja magát Minskhez képest, vagy akár Budapest is ilyen szempontból. A metró, a buszok, a villamosok, minden ilyen tök jó. Tehát így azt mondom, hogy nem tudok rosszat mondani ilyen szempontból. Nincsenek olyan nagyon szép épületek, mert ugye ez a szovjet hatalmas beton, tehát mondjuk egy színház az úgy néz ki, mintha nem is tudom mi lenne, így, mint valami sci-fi filmből jött volna, vagy a repülőtér is olyan kicsit ilyen nagyon ilyen sci-fi az egész. De vannak egyébként szép épületek, ilyen régi, ilyen, ami mondjuk itt bárhol Európában megtalálható, és így van buli negyed, sok a fiatal, sok az egyetem, szóval én azt láttam, hogy itt tök jó, és ami szerintem tök jó megmutatja, hogy milyen a gazdasági ez, az, hogy milyen autókkal járnak az emberek, ugye, mert most ott lesz a nyári játékok, ami ilyen európai olimpia, nem tudom, ilyen European Summer Games-nek hívják, és hogy így gondoltam, hogy biztos amiatt is azért egy kicsit összeszedték magukat, de hogy az autók, hogy hát így nem ilyen bontószökevényekkel közlekednek az emberek, mint mondjuk Magyarországon. Tehát így teljesen meglepődtem, hogy milyen autók. Hogy márkailag is, meg úgy látszott, hogy ilyen korban nem ilyen 1000 éves használt autó a legtöbb, hanem így tökre, mint nyugaton. Tehát így ez hihetetlen volt. És egyébként kedvesek az emberek, jók a kaják, éppen az idő is nagyon jó volt egyébként, mert ez egy pár hete volt,
és pont ilyen, ilyen tök jó napos hétvégét fogtunk ki, egy 3 napig voltam ott, három, mert hétfő reggel jöttem, korára jöttem vissza. Úgyhogy ott ami furcsa volt, az a belépés, a vám, meg a határ, ott azt, hát egyrészt Fehéroroszországban csak úgy nem mehetsz be például autóval, ha nincs vízumod. Viszont ha a nemzetközi repülőtéren keresztül érkezel, akkor kapsz ingyen automatikusan maximum nem tudom hány napra ilyen, hát biztos, hogy több mint 10-re, tehát hogy már nem emlékszem, akkor ilyeséget mondani, de hogy kapsz vízumot. És akkor annyi van, hogy kérdezik, hogy van-e biztosításod. És akkor mondtam, hogy nincs. És akkor jó, akkor menjek vissza, ott van egy pult, ott lehet biztosítást venni, és akkor ott megvettem a biztosítást 5 perc alatt, még annyi se volt, tényleg. Tehát odaadtam az útlevelemet, és visszakaptam egy kitöltött papírt, amit csak alá kellett írni, bankkártyával kifizettem, nem is volt drága, és akkor úgy mentem utána vissza a vámoshoz, hogy akkor itt a biztosításom. És ami az ilyen tök vicces, hogy ezek az útlevelet nagyítóval megnézik. Az igen. Tehát szó szerint, és azt mondja, hogy itt van a telefonom, mondjuk ez az útlevél, így maga elé tartja, tudod, így néz téged, az útlevelet így ezt csinál, nem tudom mennyi időn keresztül, ha elkezdenél bámészkodni, akkor szól, hogy nézzél rá, és ilyen nagyon szigorú ezért, fej, és akkor utána elővesz egy ilyen kis kézinagyítót, és lapoz. Jó, és akkor nem tudom, még ott a gépen valamit molyol, és így visszaadja, és ráadásul az ausztráloknak meg még durvább, mert az ausztrál útlevélnek minden oldala más, a háttérkép, hogy a magyar útlevélnek ugyanaz a, és az ausztrál útlevélnek minden oldalát így végignézik nagyítóval. Mert hogy gondolkoztunk, hogy valószínűleg nekik ott a gép ugye beadja, hogy mik a jellemzői az útlevélnek. És az ausztrál útlevélnél fel van sorolva az összes, hogy akkor itt koala van, 5. oldal koala, itt tudom, 7. oldal kígyó, nem tudom, és akkor ők ezt mind végig kell, hogy nézzék az összes ilyen jellemzőjét az útlevélnek, és így ez ilyen teljesen döbbenetes. És volt, direkt szerintem képzik őket, hogy legyenek ezek, ilyen nagyon szigorúak, és akkor így és az ilyen fura volt, de ezután semmi, és kilépésnél ugyanez, az adó, hogy kilépésnél ugyanígy végignézik nagyítóval az útleveledet, úgyhogy meg ott valamilyen furaság van a vámmentes boltban is, hogyha vásárolsz valamit a vámmentes boltban, akkor azt utána el kell vámoltatnod. Valami papírt írnak róla, nem kell fizetni semmit szerintem, nem vettem semmit, tehát hogy nem tudom, de külön ott volt ilyen hogy és így külön így ki voltak táblázva, hogy most ez egy customs area. És akkor, ha oda bemész, akkor az ott, ha ott valamit vásárolsz, akkor nem tudod csak úgy kihozni, hanem ott van egy pult, ahol először valamit aláíratnak, lepélyegeznek, nem tudom, mit csinálnak. Tehát így azért látszik, hogy van egy ilyen beütése az egésznek, meg hogy azért valamennyire szegregált az ország, vagy így. De egyébként meg így nekem tök jó volt ez a hétvége, nagyon jó emberekkel voltunk, ott ugye helyiek szervezték ezt a konferenciát, és ott nagyon barátságosak voltak, de maga az egész város, az összes vendéglátóhely, ahol esetleg betértünk mindenhol, és én azt mondom, hogy így kifejezetten most, ha valaki keresne valamit, hova menjek el, nem mondanám azt, hogy mennyire mész be, de ha mondjuk érdekel egy ilyen, hogy milyen egy ilyen város, vagy egy ilyen ország, tökre érdemes elmenni, nincs nagy tömeg a reptéren, egyébként a reptér szinte kihalt a budapesti reptérhez képest, és Magyarországról nem is járnak sokan, tehát egy olyan pici géppel mentünk Budapestről, ami mint egy ilyen privát gép, ilyen tényleg ilyen 50 fős volt, vagy 50 valahány, ahogy számoltam, tehát ilyen egész kicsike. És annak a utasoknak a nagy része az fehér orosz volt, akik itt voltak, és magyar nem is volt rajta szinte, úgyhogy mondjuk abból nem lesz gond, hogy magyar szót hallasz ott. Nem fogsz valószínűleg hallani. Úgyhogy nem nagyon. Ja, és tudod, mi volt még furcsa? Nincsenek kínai turisták. Eddig én ugye akárhol jártam a világon, mindig
ahol azért az egy prominens, az feltűnik. Jönnek nagy busszal, jönnek mindent, lefotóznak, és visszaszállnak a buszra, és itt meg semmi, nulla, zéró, tehát egy párat láttam összesen, úgyhogy biztos ez ilyen politikai, nem így világpolitikában annyira nem vagyok otthon, hogy ezt itt tudja ennek az okát, de hogy ez volt még ilyen feltűnő, úgyhogy. De abszolút, szerintem érdemes elmenni, ha már csak amiatt, hogy kaják, ilyen italok teljesen más, de mégis vannak közös, például ez a macok, amit ők azt drányikinek mondanak, az, ami így azért itthon is van, de jó, szóval... De akkor érdekes hely, és azért érdemes oda elmenni. Szerintem igen, érdemes. Uh-huh. Főleg, ha most ez a nyári játékok érdekel valakit, hajrá, tehát komolyan. Másik kérdés, hogy Ted, mit is mond neked ez most, és mit kell erről tudni, mert biztos nagyon sokan hallgatnak ilyen különböző TED konferenciákat, mert én azt gondolom, hogy ha valaki például angolul meg akar jól tanulni, szokták ugye mondani azt, hogy érdemes úgy gyakorolni, hogy hallgatni minél több szöveget különböző témában, és szerintem erről mesélje már, hogy mi ez, és hogy kapcsolódik hozzád. Ugye bevillantom, várjál a pólómat, ha látszik. Wow. Hogy nem emiatt vettem föl egyébként, de hogy TEDxEger-nek vagyok én a, hát mondhatjuk, hogy főszervezője, licenszgazdája, úgyhogy sokat mond nekem a TED. Hát hol is kezdjen? Szóval azért volt egy időszak, hogy ilyen lánctedes voltam, tehát hogy néztem egymás után a videókat, és azt vettem észre, hogy nem tudom, hanyadikat nézem meg, és így nem lehet leállni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon inspirálóak ezek az előadások, mindegyik olyan, hogy valamit el tudsz belőle tenni. Sok olyan van, ami tényleg megváltoztat benned dolgokat, megváltoztatja, hogy gondolkozol dolgokra, és ez is a célja tulajdonképpen a TED-nek. De ugye a TED-ről magáról, a TED az egy konferencia, ami Vancouverben van, és nem is tudom hány ezer dollár rá a jegy, tehát, de tényleg valami nagyon-nagyon-nagyon drága, és 3000 dollár talán amerikai. De tényleg, ez brutál. Úgyhogy oda nem megy akárki, de emiatt egyébként nagyon olyan személyek fordulnak ott meg, ami tulajdonképpen a technológiában elsősorban, meg a dizájnban sztárok, meg ilyen nagyon komoly arcok, meg hát előadók is olyanok, de ugye ezután az összes előadás, ami ott elhangzik, az kikerül az internetre, felkerül az ő saját oldalukra is, meg a YouTube-ra is, és a saját oldalukon ráadásul feliratokkal, tehát mondjuk akit érdekelnek az inspiráló gondolatok, és szeretne egy kicsit angolt tanulni, a TED.com-on be lehet kapcsolni magyar feliratot a legtöbb előadásra, és vagyis nagyon sokra, nem mondom, hogy legtöbbre, de hogy nagyon sokra, főleg a népszerűbbekre, és lehet úgy nézni, hogy akkor van alatt a magyar felirat. Ha meg az érdekel valakit, akkor be lehet kapcsolni a fordításba is, mert ez egy nyílt platform, tehát itt, hogyha valaki szeretne a fordításba részt venni, erre is meg vannak ott, hogy hova kell beregisztrálni, mit csinálni. És ugye a TED maga csinált egy olyan mozgalmat, hogy TEDx, TEDx, ami azt jelenti, hogy a TED-től függetlenül szerveződő, licensz alapján működő TED-szerű esemény. Uh-huh. És így most legutóbb, nem is tudom, valahol olvastam valamelyik könyvben, cikkben, hogy hát így világszerte ilyen 3-4 van ilyen naponta. Tehát, hogy nagyon sok, már most ez egy nagyon népszerű műfaj lett, ugye, mert a TED előadások sikerén felbuzdulva elkezdtek helyi közösségek is ilyen konferenciát szervezni. Ezek ilyen egynapos vagy félnapos, és nagyon komoly követelmények vannak, hogy formailag is, tartalmilag is, erre be kellett rendesen pályázni, tehát én adtam be a pályázatot, meg kellett mondani, hogy adni kellett példákat, hogy milyen előadások lesznek, meg akartak róla bizonyosodni, hogy akkor tényleg mi, a mi gondolkodásmódunk, mert ezt nem egyedül csinálom, nyilván ez összeállt egy tök jó szervező csapat, meg van kurátorunk, tehát a tartalom az nem is az én dolgom tulajdonképpen, de hogy meg akartak róla bizonyosodni, hogy mi megfelelünk ezeknek a követelményeknek, és tényleg olyan előadásokat fogunk, mert
utána ezeket fel nekünk is rögzíteni, meg kell tölteni egy oldalra, ahol ők utána ezt megnézik, és jóvá hagyják, és csak azután kerül ki a TEDx-nek a YouTube csatornájára. Úgyhogy, és mondom még ilyenek is, hogy a szponzorok, hogy nem lehet a szponzornak a logója kint a színpadon, meg utána, tehát, hogy így nagyon-nagyon sok minden le van írva, hogy mit lehet, mit nem lehet. Rengeteg segédanyag van hozzá. És akkor most ezt Egerben, ugye én Egerben élek, ezt kitaláltuk páran, van nekünk egy labor, kollektív ház nevű, ilyen non-profit, alulról szerveződő, ilyen közösségi háznak mondjuk tulajdonképpen ez. Hát volt egy srác, akinek van egy ingatlana tök jó helyen a városban, és ezt így bedobta, hogy mi lenne, ebből csinálunk egy közösségi helyet, és akkor ott elkezdtünk ilyen meetupokat szervezni, előadásokat, stb., és akkor összeállt egy tök jó kis közösség, és akkor utána elkezdett ezen a TEDx-en dolgozni, és akkor így ezt kizártuk, hogy hát Egerben legyen TEDx, és elkezdtük szervezni, és akkor az most november 16-án lesz itt Egerben. Úgyhogy így ez eléggé benne vagyok. Lehet, hogy jellegű előadások lesznek novemberben? Ja, jellege az nincsen, mivel hogy a TED-nek ez egy fontos kritériuma, hogy minél szerteágazóbb legyen, és minél diverzebb, úgyhogy nincs konkrét téma, nincs egy olyan, hogy na, akkor mi most csak a, mondjuk Egerben vagyunk, és akkor mi csak a borról fogunk beszélgetni, hanem abszolút minden. Még most nem nyilvánosak, már megvannak az előadók, hogy kik lesznek, illetve maguk a témák, az ötletek, vagy a gondolatok, ugye a TED így hívja, hogy ideas, ami ugye hát ötlet, de igazából inkább gondolatnak mondanám. Szóval már megvan ez, de még nem nyilvános, mert még dolgozunk az anyagon, hogy akkor meglegyenek a fotók, a leírások, minden. Úgyhogy az, hogy ha valakit érdekel, akkor inkább azt mondom, hogy tedxeger.com-ra menjen föl, és akkor ott lehet feliratkozni hírlevélre, meg van Facebook oldal, meg minden, és akkor majd ott közzé fogjuk tenni. De sok érdekes, igyekeztünk ugye Egerhez köthető dolgokat, tehát, mert ez egy helyi közösségi esemény. Ez egyébként tök fontos, hogy ez non-profit, tehát itt ez nem egy üzleti vállalkozás, itt ez nem arról szól, jegyár van, tehát meg kell venni a jegyet, ez azért van, mert hát vannak költségei, tehát ez ugye lesz például svéd asztal, maga a helyet is bérelni kell, a videó az egy, tehát hogy fel kell venni videóra, meg minden, tehát hogy azért vannak ennek költségei, meg úgy gondolom, hogy ez egyfajta, hát hogy mondjam, magyarul nem tudom, hirtelen commitment, hogyha valaki azt mondja, jó, én megveszem a jegyet, és költök rá, hogy elmegyek egy ilyen eseményre, az szerintem sokkal többet jelent, mintha csak meghirdetjük, hát ingyen van, lehet jönni, és akkor vagy jön, vagy nem jön, el se jön, mit tudom, jaj, nem érde, kések, nem tudom, tudod, és akkor tehát teljesen más lesz így az emberek hozzáállása, hogyha ki kell fizetniük egy pár ezer forintos jegyet. Tud. De akkor ez kevesebb lesz, mint 3000 dollár, ugye? Hát jóval, hát ez 7000 forint a jegy, úgyhogy ez azért persze, ez maximálva is van egyébként, ez is benne a licencben, hogy mennyi lehet, azt hiszem 100 dollárnál nem lehet több egy jegy a TEDx eseményekre, úgyhogy az valami tizenvalahány ezer, nem is tudom, 100 dollár, na mindegy. Attól függ, hogy melyik dollárban nézzük. Igen. Én ugye ausztrál dollárba szoktam számolni, de hogy igen, szóval, hogy lehet, hogy nem 100 dollár, mert azt hiszem forintra kijön valami 20 sok ezer forintra. De például én voltam a TEDx Youth Budapesten nemrég, ott azt hiszem 20 ezer forint volt, egy jegy vagy 25, nem is emlékszem pontosan mennyi volt, de hogy az már úgy egy, az már tétel, tehát az már egy ilyen konferencia jegy. Jó, konferencia jegyekhez képest nem drága egyébként, mert mondjuk a szakmai konferenciák, ahova szoktam menni, azoknak mondjuk forintban van, hogy 100-150 ezer forint egy jegyre. De mondjuk az egy hetes, az tény, de hogy, na mindegy, szóval nem, a miénk az 7000 forint a jegy. Úgyhogy. Viszont ez egy nagyon jó dolog, hogy akkor így közösséget építetek, mentek előre, kitaláltátok ugye ezt a dolgot, végigverekedtétek, és ugye most már a szervezés alatt vagy. Igen. Igen, én azt gondolom, hogy én is személy szerint nagyon próbálom ösztönösen visszaadni azt a dolgot, amit kaptam
a nemzetközi közösségektől, attól a közösségtől, amiben dolgozok. Én ugye Drupállal foglalkozok, Drupál fejlesztő vagyok, elég sok ilyen konferencia, most ez a Minsk is ugye ilyen Drupálos konferencia volt, és ez a nyílt forráskódú szoftveres közösségek, ezek olyan gondolkodásmódot visznek be az ember életébe, ami én azt gondolom, hogy egy teljesen más, mint a megszokott, ez a, hogy mondjam, nem ez az önzőzés, és nem ez a mindig csak a magam érdekét nézem, és dögöljön meg a szomszéd tehene is, és mit tudom én, hanem ez a megosztjuk, közösség, együtt csináljuk, simán ugye egymással konkuráló cégek együtt elmennek, és együtt szórakoznak, és megosztják a tudást, elmondják, érted, kiáll oda valaki, és elmondja a tapasztalatait szakmailag úgy, hogy közben a konkurencia ott ül. Tehát, hogy ez üzleti életben nem egy megszokott dolog állítólag, de a mi közösségeinkben ezekben meg teljesen természetes. Mondta, kollégák így mondták, és voltak előtte egy nagy ilyen marketing konferencián Londonban, pont ezelőtt a Minsky előtt, és így mondták, hogy ég és föld. Tehát, hogy ilyen az teljesen más. És meg amit az ausztráloktól, azért az ausztrál mentalitás is azért más, mint az itteni, lazábbak, nyugodtabbak, nyitottabbak, stb. És akkor, hogy ezeket az ember ösztönösen hozza haza, és terjeszti a saját kis környezetében, és ugye ezzel nem csak én vagyok egyedül, mert van még a csapatban egy-két olyan ember, aki tényleg világlátott. És hogy én ezen gondolkoztam, most nekünk van egy podcastünk is, és abban is fogunk erről beszélgetni majd az egyik adásban, hogy az utazás, hogy maga az utazás, hogy az mennyi mindent hozzáad az emberhez, amit így nem is gondol. Az, aki azik föl, hogy csak elmegy néha nyaralni ugyanoda, ahova az összes többi magyar is jár, mondjuk, érted, elmegyek nem tudom hova, Zakintoszra vagy hova, és akkor ugyanúgy magyarok szolgálnak, és magyarok között vagyok, ezt nem gondolom utazásnak, mert ez más kategória, de az, hogy mondjuk tényleg elmész vadidegen helyekre, és akár olyan helyekre is, amire magadtól lehet nem is mennél, mint mondjuk Minsk, hát eszembe nem jutott volna, hogy most hova menjek, hát Minsk. Tehát, hogy így, de hogy azt gondolom, hogy ezek olyan sok mindent hozzátesznek az embernek az életéhez, és a gondolkodás módjához, hogy abszolút megéri utazni. Ez mindenkinek ajánlom, ez egy nagyon, nagyon jó drog, egyébként rá lehet kapni, tehát van olyan ismerősöm, több is, aki állandóan utazik. Parancsolsz? Mondom, ez egy sokkal jobb drog. Igen, igen. Egészséges, lehet így mondani. Nagyon szépen köszöntöm akkor, Roland. Kíváncsian várom, hogy akkor ez a november hogy fog alakulni, és úgyis még folytatjuk a beszélgetést, és hát ha úgy van, akkor további jó utazásokat kívánok, és köszöntöm szépen még egyszer, és további szép napot kívánok neked. Én is köszönöm, neked is. Ciao. Szia.